Ez nem Steam Engine, de úgy jól. Vagy Redstone Engine. Bocs, igen. Jó, igen, egyébként. Ó, jön bele. Odaértél most, szúny? 30 méterre vagyok. Akkor most kell... viszont kéne tovább vezetni. Ja, igen, igen, igen. Akkor szerintem az áll fönn, amit mondtatok, hogy a csánkod... Igen, eltűnt a lába. Az összes? Nincs is alatt a forrás, egyszerűen ennyi van, ami itt lefolyt a vulkán oldalán, és lényegében annyi, tehát nem volt semmi. Na de várjál, de alatta van. Nincs. Kibontottad? Megnézted? Hát a cső alatt már, ameddig leért a cső ott. Itt viszont jön, úgyhogy... nem. De itt meg jön? Már jön. Lehet, hogy a Chunklord miatt eltárolta a teleport pipe-ban? Lehet, amúgy. Olyan létezik? Hát lehet, mert ahogy odért a szúny, egyből. Mondtam, hogy ide le kéne dobni egy olyan kort. Hát csak nem olcsó. Jaj, miket írogatok itt. Pipe írok pipe helyett, nem mindegy. Ez a Dimensional Anchor lehet, hogy nem, hogy esetleg azért fel el, hogy a Netherbe-t le lehet kapcsolva tartani? Nem, az annyit csinál, hogy ott be tud ejteni, hogy hány chunkot fedjen le. És működik is? Közötte. Igen, az OP-be tudják beállítani. Szerzsdopuk. Figyelj, aztán lassan lehet, hogy tényleg kéne keresni olajat, nem? Itt annyit izé... De találtam ott. Találtál? Aha, most találtam meg a vulkán alján lévő lávát amúgy. Üveg. Valótár, aha. Nincs kérdésem, valót árulunk üveget. Az uránium mit keres itt az üveg mellett? Hát gondoltam, milyen szép zölden villogó üveg lett mindenki lesz. Szóval mi van ezzel a fejlesztéssel? Nem lehet ezeket a kemencéket beturbózni? Hát nem olyan olcsó ez a... Ja, hogy nem olcsó? Hát igen, igazából energia, nem gyémánt, hogy ilyesmi. Csak a Redbird-be bekerül elég sokba, és az a fő baj, hogy a Redbird nem lehet EMC-vel készíteni, ugye? Lehet amúgy. Hogy? Csak nem a Redbird, hanem a Sticky... az se lehet szerintem. De lehet az EMC is, most gyártottam egy csomót. Tényleg? Jaja. Nem is tudtam. És tényleg van 24... Ez nem az egy valami új dolog? Mert eddig nem láttam. Nem. Én mindig is így csináltam. Én meg ott szenvedtem, hogy kell nekem ezer rubber, tehát így. És szóval tényleg... mit látszott a izénál? Mit látszott a... Már visszajöttem, minden rendben van ott. Miért? De és újra nem jön? Nem, az csak, hogy érdekelt, mert hogy nem igazán jövök rá, hogy akkor most mi ez a... Mert ahogy eljöttél onnan, abba maradt. Na, mondom, hogy akkor ennyi, hogy kitölti azt a csánkot. Az nekünk nem jó. Ez az obszidián egyébként itt miért feláll a ház mellett, azt valaki... Az egy misclick. Ó, értem. Egyet kikapálom. Annyi, hogy azt oldjuk meg, hogy egy ilyen anchor gyártsatok már oda a vulkához, mert nem jön a lába. Mit csinálod? Na most igazából én arra leszek kíváncsi, hogy beindul-e... a Steam Engine, vagy a Steam Engine a lávától, ha én ezt itt átpumpálom. A Steam Engine az szerintem nem. Azt mondod? Hogyha bucketbe egy kimered és belerakod, akkor szerintem igen, de így nem. Hát egy vödörbát kéne rakni szerintem. De ez így nem jó nekem. Jó étvágyat. Ismét. Köszi. Mint én még nem is mondtam, úgyhogy. Aj. Hát mindegy. Akkor ez így nem...
akkor ez így van nem működik. Hát... Ötlet? Ugye... De a figyel a vödröt nem égeti el, ugye? Ó, ne, szétcsesztem a Steam Engine-t. Yeah. Na jó, ezt most mindenki látja. Cheat mode, bocs srácok, nincs kedvem még egyszer. Nem drága csak. Ja nem Steam, hanem Redstone, mindig azt mondom. Ó, oh, nem 64-et. Na. Hogy tudom kitörölni? Láva? Nem, nem, izét Redstone Engine-t adtam magamnak. Tudom, de láva. Ja. Csak, kéne egy bakit, hogy lerakjuk. Na jó, átrakom magam. Recipes módra. Ez egyébként mi ez a utility mód? Szerintem valamilyen kombináció a recipe meg a cheat mód között. De, hát megmondom őszintén, nem használtam soha. Mindegy, csinálok egy bucketot, mert hogy akkor ezek szerint azzal tudjuk üzemeltetni. Az mondjuk kicsit idegesít, hogy nem lehet ezt automatizálni. Vagy legalábbis csak nem tudjuk, hogy lehet-e, nem? Ezt úgy tudjuk szerintem megcsinálni, hogy használunk ilyen geothermal generátoröket. Ezek áramot termelnek, és talán az Energy Link. Igen, az Energy Link az, ami de ezzel már múltkor átfutottunk, hogy nem lehet valamiért. Ne, igen, mert a Forest-t kivették, és volt ilyen Electric Engine, de azóta rájöttünk, és ilyen igen sok drága kommentőre írta is, jól láttam, hogy van ez az Energy Link, meg azt hiszem ennek az ellentéte az mi is volt, Taurus? Valamilyen engine generátor, vagy? Valamilyen generátor volt, ja. Igen, valami ilyesmi. És ez a Energy Link, ez képes átalakítani konkrétan a elektromos energiát ilyen engine energiává. És ezt konduktív pipe-okkal ugye be lehet kötni. Na hát, az viszont nem egy rossz dolog akkor. Jó, mindegy, most bakitokkal megoldottam igazából. Csináltam kettőt. Elvileg 1000 másodpercig működik egy. Akkor kettő, az 2000 másodpercig, vagy ilyenkor nem tudom ez hogy van. Vagy csak simán gyorsabban jön? Elég gyorsan dolgozik, ahogy látom. Igen. Én csináltam magamnak is egy jetpacket. Szóval mi kell, hogy ez a chunk betöltődés megtörténjen? Hát az 2 gyémánt, 3 obszidián, és még valami, amire nem emlékszem. Obszidiánt elvileg azt szereztünk már, nem? Nálam is van egy, hogyha... Mi legyen a címünk most ezután? Hát szerintem az energiaellátást. Hát ez jó lenne, hogyha figyelj, oda lehetne az engine-hez, vagy nem tudom, azt hogy lehetne megoldani. Nem lehet elektromos áramot teleportálni egyébként? Nem, csak úgy igazából, hogy átalakítod ilyen engine energiával. Tessék? Szóval, hogy a motorral termeled, és akkor azt igen tudod továbbítani. És utána azt esetleg át lehet alakítani ilyen generátorral, engine generátorral elektromos állammal újra. Tehát vannak rá ilyen trükkök, csak akkor éri csak meg, hogyha tényleg komoly távolságokról van szó, mert egyébként nem éri meg, mert annyira sokba kerülnek így a generátorok, meg minden. Az, az igazság, hogy itt hozza ez a lávát, de ide le kéne pakolni ehhez a részhez egy ilyet. Megcsinálod azt az enkor. Megcsinálnád, most... mert hogy itt folyamatosan hozná elvileg. Az Energy Link-kel igazából az van, hogy Obsidian Advanced Alloy kell hozzá, és volt kérek. Ez egy Obsidian, azt ére tudod adni? Tehát arany fogaskerekek, amik azért elég sok aranyba kerülnek. Hát 4. Megvan a nyersanyagtal? Fejenként. Nincs mindjárt. Uh-huh. Mi kéne még? Mondjuk gold az van. Obsidian. Mi ez a cucc ennek a neve? Bocs, még egyszer. Energy... vagy milyen link? Energy link, igen.
Ja, de tudod, mire gondolok én, ami a chunkot betölti. Ja, igen, az a World Anchor. Anchor. Na, az 2 gyémánt, 3 obszidián és plusz. Ja, ha látom. Mindjárt is lesz. Na, nem annyira drága. Ennyit megér. Hát ja, és gold. Igen. Hát 2 gyémánt, ja. A gold sajátos azért. Hát a 4 gold az még egy gyémánt. Hol van az a... Szundi, elviszed neki? Értében. Nincs lehet. Elvisz repülök én értem. Ja, nem, megyek akkor, jössz? Akkor oda viszem, jó? És ezt csak simán le kell rakni és ennyi? Aha, igen. Esetleg még valamit? A kedves uraknak. Hát nem tudom, még valami jó lézerfegyvert kifejleszthetném. Ó, tényleg, erőt eszembe. Jó, hogyha szúny lerakod azt a cuccot, akkor én azért visszamegyek, jó? Mert csinálok a muskétámhoz lőszert. Jó, mindjárt ott vagyok a vulkánnál. Hát tényleg így még amit csináljuk gyorsban még. Hát figyelj, szerintem nem tudom, hogy az olajfinomításba nem kéne most belekezdeni már, nem? Elvég is azt elteleportálhatjuk, majd ugyanúgy. Na, hát akkor legyen ez. Mindjárt adok izét. Akkor azt csinálni. Jó, én mindjárt tartok most visszafelé, és akkor a teleport pipe-okat, akkor csinálok 2 vízállót. Van egy kis tollunk egyébként? Vagy azóta sem sikerült találni? Hát... Nálam nincs. Szungyi? Bocs, nem figyeltem, mond még egyszer. Tollunk van-e? Nem, én sem találtam azóta. Fú, ja, tényleg pont akkor akartam megkapni egy csirkét, amikor ugye kicsit összeomlott a rendszerünk és volt technikai problémánk. Igazából ledobtam a zenkart. Okay. Majd akkor fog kiderülni, hogy működik-e, hogyha eljössz. De az működik. És rendesen leraktad, vagy ledobtad? tehát úgy. Hát leraktam. Hát nyilvánvaló, hogy csak úgy kidobáltam az inventarimból, tudod. Ja, oké. Okay, úgy szoktam. Jó, mert úgy kell legyen. Ez nagyon fura ez a blokk. Mert hogy ezt így kell, tényleg csak ki kell dobni. Nem, egyébként nem. Teleport. Ha? Mi a? Enderman. Na akkor Taurus, én csinálok 2... hogy hívják ott? Mihez kezdtem hozzá? Mit akartunk? Teleportálni akarjuk ugye a... Ja igen, tankokat. Hú, te jó ég, mi ez a sok üveg itt benn, gyerekek? Ez biztos, hogy kell nekünk ennyi? Mindegy, figyeljük. Jó, hogy vissza tudjuk alakítani. Jó, akkor én most alakítok is. Belevárok egy ilyet és akkor... Ja, de várj ezt ne, mert most nekem kell... Mi ez a sticky? Lesz. Mindegy, csak úgy tudom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van, hogyha ennek a belsőjében van. Nekem mi is kellett? Ja, megvan, mi kellett. Elvileg már rég senki nincs a vulkán körül, úgyhogy tesztelhetjük igazából. Ó, találtam olajat. Szerintem az erdőben. Az erdő közepén? Erdő közepén? Igen. Azt mi vagy. A koordinátája? Egy kicsit a kovar irányában itt a... Hogyha... Ott tovább kell menni így egyenesen. Működik a teleport pipe annyi. Ó, de jó. Itt van egy ilyen mini szakadék is. Meg egy mocsár. Igazából egy csirkét keresek. Amúgy ez a jetpack, ez olyan fura sokszor, már el is felejtem, hogy survivalban vagyok. Nagyon jó, szerintem is, nem ez az ugri-bugri, bunny hopos Mario-t játszol. Igen. Mondjuk a Equivalent Exchange-nek van egy ilyen gyűrűje, amivel tényleg olyan, mintha kreatív lennél konkrétan, így meg tudsz ellevegőben minden. Mondjuk az már nem annyira buli, nem? Igen, én ezt nem szeretem, nem olyan vicces. Tehát annyi realitás legyen benne, hogy legyen. Van muskét a lőszerem. Annyit szeretnék kérdezni, hogy tudjátok, van ez az MFE,
és ennek a jobb felső sarkában van egy ilyen redstone ikon. Azt... Az azt állítja, hogy mikor adjon ki elvileg áramot a gép. És azt mire szokás állítani, vagy mire szoktátok állítani? Nothing on, szerintem. Igen, az az. Tehát a lényegében az emit if empty? Nem, vagy hogy nothing konkrétan. Tehát, hogy aztán az a standard, nem tudom. Ja, megvan. Legalábbis azon hagytam, és nem, az úgy működött. Most felhúzom a muskétámat, és lelövök vele mindenkit. De főleg ezt a kis pókot. Pók. Nem szeretem a pókot. Milyen dörrend. Jaj, nem miért gyártunk olyan puskaport. Én gyártok puskaport, a muskét a lőszeremhez kell. Ó, és jaj, működik. Nem mentünk, de van, na. Ó, gyerekek, nagyon jó, és működik ez a izé, amit kitaláltatok. Működik a fogat. Mondjuk nem tudom, miért vagyok meglepődve, eddig minden működött, amit kitaláltunk majdnem. De hát mindegy. Ó, itt van még egy vulkán? Jól látom. Igen, itt van még egy vulkán. Ezt meg is jelölöm. Körbe pisiled? Én waypoint-szal gondoltam, de ja, mindenkinek megvan a saját szokása. Mindenkinek megvan a saját jól bevált módszere, mi? Egy ilyen tanktároló bármilyen hosszú, bármilyen magas lehet elvileg? Ezt nem tudom, de elég magas meg lehet építeni. Olajat ezt hol akarod tárolni majd? Hát nem tudom, a finomítót hol alakítsuk ki, szerintem valahol a... Valahol a gyár környékén kéne, nem? Hát itt visszahozzuk idősebb körül. Ez a muskéta nagyon jó! Dobott nyilat? Dobott, igen. Tessék. Baszolját, köszi. De csinálj magadnak muskétát, élvezetesebb, és egyből kinyifan, ahogy lelövöd. És nem is drága, tök hamar megvan. Mi a neve? Leírod? Musket. Vagy? Kezd el írni musket. Kb. Ez. Csibe. És nézd, szúny, nézd. Figyelj, várja, keresünk valakit, megmutatom. Demonstrálom. Valaki. Ezt meg engem találjátok meg. Valaki. Várjál, lelövök egy állatot, mit szólsz hozzá? Vagy menjünk ide be az erdőbe. Valakit keresünk, gyere. Menjünk a mellett. Valakit? Ott van egy, ott van egy. Figyelj. Figyelj. Ott van egy. Figyelj. Jó, nem én voltam. Oké.